sportosat. Híradónk vendége Egressy Zoltán, író. Szervusz, üdvözöllek. Labdarúgásról lesz szó, de ezt már jó páran már tudják azért, hogy lilafehér vér csörgedezik benned. Most olvastam, vagy láttam valahol valamelyik művedet, ami labdarúgással kapcsolatos, külföldön is játszál? Van egy színdarabom, ami az a címe Sóska sült krumpli, egy bíró és két partjelző a három szereplő, és hát ezt szokták időnként, igen. Ez egy jó régi darab, egyébként 20 évvel ezelőtt írtam, sőt 24. Szerencsére általában műsorom van mindig valahol. Ez nagy dolog, a világban. Nem? Igen, persze a bírók és a partjelzők szövevényes kapcsolatrendszere, sok mindenkit érdekel. És azóta se változott semmi. Egyébként a valós életet figyelembe véve, meg amit akkor leírtál, ahhoz képest. Abszolút változott. Hát változott? Van VAR például, ne vieskedj. Hát ez a színdarab, ez arról szól, hogy a partjelző ugye nem szeretné, hogy a bírónak sikerüljön a meccs. Most ezt már nem tudná megcsinálni ez a partjelző, mert ugye a VAR visszanéz mindent, aztán az esetek többségében a valóságnak megfelelő ítéletet hoznak, de azért mondom, hogy az esetek többségében már ez egy néhány furcsa. Igen. Furcsa döntés ez született már, mióta bevezették. Egyébként én nagyon sokan gyalázzák meg, szígyják ezt a VAR rendszert. Én egyébként, nekem csak az a problémám, hogy 5-6-8 perc elmegy, amíg döntenek, semmi más. Tehát az igazságosság felé viszi a játékot, ez szerintem helyes és jó. Más kérdés, hogy nem tudom, miért nem tudják megállapítani, hogy hamarabb, hogy mit történik. Főleg ott ugye annyi monitor, meg annyi főleg felül. Igen, igen. Tehát... és ha van gólvonal technológia, akkor még nincs ilyen lesvonal technológia, vagy nem tudom, hát nem értek hozzá, természetesen lehessen, de... A rossz benne az, hogy a gól az nem biztos, hogy gól, kétszer kell örülni, vagy csak egyszer, akkor meg feleslegesen, szóval ebből a szempontból ez nem jó, de az én színdarabom emiatt tulajdonképpen egy ilyen félmúlt most már, nem annyira kortárs jelen. Akkor most újra kell írnod? Hát nem írom újra, de hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen változás történhet. A fociban nem nagyon szoktak szabálymódosítások történni, ez nagyon ritka dolog. Hát, de nem lesz felújítva, nem lesz semmi, marad így, hát, ahogy van. Persze. Vagy hát hogy nem, álmodoztál nem, róla, hogy akkor beviszed a VAR-t, meg ezeket, akkor... Nem, akkor teljesen borulna az egész koncepció. Mm-hmm. Tényleg is Töröcsi könyved, hogy fogy? Hát ez a másik futballal kapcsolatos könyvem, a Lilacsik Fehércsik, azt most kiadták másodszor is a szomorú apropó kapcsán, amikor meghalt Töröcsik, akkor már nem volt kapható meg könyvesboltokban az első kiadás, és akkor most megjelent még egyszer. Igen, hát ezt ugye többször elmondtam, hogy Töröcsik kapcsán tulajdonképpen a saját magam felnövéséről írtam ezt a könyvet, igen, meg erről a bizonyos rajongásról, ami kétségtelenül volt és megvolt. Ez a kocsmai jelenet, ez hogy volt? Zuglóba. Ja, amikor leült mellém? Igen. Hát én nem akartam vele soha találkozni, tehát ez ugye annyira nem akartam csalódni benne, nem akartam, hogy valami miatt valahogy rosszul reagáljon arra, hogy megszólítják. Tudod-e, hogy magyar zenészek, nálunk sztárzenészek, ezért nem akarnak külföldi nagy zenésztárokkal találkozni. Ugyanezért? Igen. Igen, igen. Én nem voltam zenésztár, én kisgyerek voltam, de mégsem akartam vele találkozni. Csak hogy máshol is ugye ez megvan. Tehát igen, ez... igen. Viszont Ádám láttam őt, és aztán a halál előtt egy-két évvel beültem kávézni vagy sörözni, már nem tudom, a Terefele Presszóba, és egyszer csak belépett, hát akkor nem volt már nagyon jó állapotban, de még azért, hogy mondjam, tehát még nem volt kórházban, otthon lakott, és hatalmas szakállal és elég furcsa állapotban belépett szegény, de inkább betegnek tűnt, mint mondjuk részegnek, ha arra gondolnál, és lehuppant mellém, ott volt egy szabad hely, úgyhogy akkor ott mégiscsak elkezdtünk beszélgetni valamiről, már nem emlékszem pont, a foci kapcsán valamiről nyilvánvaló, hát mi másról, úgyhogy nem tudtam elkerülni ezt a találkozást, de ez a könyv, amit írtam róla, ez benne van ez a kis epizód, ez a találkozás, de tulajdonképpen arról szól, hogy bennem hogy élt, és nekem mit jelent egy gyerekként az ő lénye és játéka. Mai Újpestben, vagy akár a jövő Újpestjében lehetnek még ilyen egyéniségek? Vagy már amiatt, hogy most már állandóan tulajdonképpen átjárunk egyik országba, másikba futbolozni, egy csapatba két évet lehúzunk, az már sztár, nagy dolog. Éppen ezért lehet még valaha bárkinek is most időzelve téve Töröcsike? Hát Újpesten mindig voltak egyébként ilyen játékosok, Töröcsik előtt és után is, például Weber is ilyen volt. Tehát de most a mostaniak volna. Hát nem tudom. Utoljára én, aki tudok, az a Litovszky Robi volt, akit még úgy, hogy kezdtek. Ugye
Hát ő aztán, védő volt, tehát ez igen, már más poszton. Más poszt, de ő az, aki sokáig ott volt Újpesten, aki úgymond oda kötődött Újpesthez. Hát van egy-két jel, vagy volt egy-két jel. De már nincsenek ezek. Most már nem nagyon, hát igen, ugye a csapatkapitány is elmegy Fehérvárra. Ugye az nagyon fiatal van ott a Csongba, egy csapatkapitány elment. Hát jó. Egyébként pedig, hát most, ha jól számoltam, lehet, hogy tévedek, de kölcsönbe visszajött játékosok együtt, azt hiszem, hogy 19 játékost igazolt az Újpest most pár hete, vagy egy-két hónapja, és 17-en vagy 18-an elmentek. Most lehet, hogy egy-két ember tévedek ide vagy oda, de hát tulajdonképpen a kötődés részükről a klubhoz és a szurkolók részéről a játékosok felé, tehát egy nehéz dolog. Tehát ez nagyon ritka dolog. Tehát például most volt ugye a Újpest-Diósgyőr meccs, ami 0-0-ra végződött. Megnézted? Persze, megnéztem. De az az érdekesség például, hogy ugye néhány hónappal ezelőtt volt egy Újpest-Diósgyőr meccs, ami 7-0-ra végződött. És ahhoz képest, a kerethez képest, ugye erősödött most az Újpest. Igen. Tehát 19 játékos jött, akik közül... És ugye nem is akármilyen horvát csatár is jött. Igen, és most megnéztem direkt ma, hogy két ember volt a kezdőcsapatban, aki akkor is játszott, és most is. Tehát elvileg most egy erősebb keret, na most 0-0 lett. És egy gyenge színvonul meccsen tegyük hozzá. Igen, és ugye most megint az történt, ami... Hát mindig van a lelkesedés, tehát amikor Mésző Gézát kinevezték, nagyon sokan kimentek, volt a 7-0-es meccs, és utána mindjárt egy ilyen csalódás. Most megint rengeteg néző volt, mert most ugye bajnoki szünet is volt, most úgy tűnt, hogy összeáll majd a csapat, a sok új játékos beépül, ezek tényleg jó játékosok, úgy gondolom a magyar szinten. És hát nem az a probléma, hogy 0-0 lett, hanem hogy hát nem nagyon voltak még helyzetek sem. Igen. Tehát ez egy kicsit zavarbejtő, és most tartok tőle, hogy megint ez a nagy lelkesedés, ez majd visszaesik. Hát most gyorsan kiderült pénteken. Hát Győr, igen. És itt, hogy játszik megint az Újpest, igen. Ami viszont majd vissza fog ütni a tavaszi fordulóba, mert most sokat játszik itthon. Ugye akkor ez visszafordul? Igen, bár én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy nem feltétlenül több, nem, most nem csak magyar bajnokságról beszélek, nem feltétlenül több a hazai győzelem, mint a vendéggyőzelem. Mm-hmm. Tehát a döntetlen az nagyon kevés egyébként, meglepően kevés. Azért tudom, mert tipmik szoktam, hogy általában elviszik a szervényeimet a meccsek, amikor döntetlen várok, és nem. De nézem, hogy rengeteg idegenbeli győzelem van, úgyhogy ez lehet, hogy az a hatalmas nyomás nem lesz rajtuk majd, ez a sok néző. De most akkor itt lesz a nyomás Győr ellen. Most igen, Megyeri út. Azért úgy gondolom, ezt el kéne bírni. És most megint döntetlen? Nem, szerintem. Az már sok lenne egy kicsit, nem? Nem, szerintem most nyerni fog az Újpest, és hát nyilván hosszú távon pedig jó lesz, mert ezek tényleg magyar szinten jó játékosok. Visszatér a Töröcsi könyvhez, illetve a mai labdarúgáshoz. Ma már itt is lehet, hogy azt akarják, ami Amerikában is nagyon jól működik, erről Szuper Levente beszélt annó, hogy ő kint volt Amerikában, hogy ők a tulajdonosok azt szeretnék, hogy a klubot szeresd, ne a játékost. Jó, hogy ezért van a sok cseré. Hogy te a klub miatt menjél ki, és a klub miatt érezd magad jól. Figyelj, hogy a klub adja olyan szolgáltatást neked, maga a klub, hogy te kint jól érzed magad. Természetesen egy szurkoló egy klubhoz kötődik, tehát hogyha az én kedvenc játékosaim eligazolnak. Jó, de nagyon régen sokan a játékosok miatt szurkoltak. A játékosok szerettél meg egy klubot szerintem. És te maradtál ott. De onnantól, tehát most mondok egy példát, az emblematikus Fradi játékos Ebedli, ugye, egyszer csak átigazolt az Újpesthez. Most én nem gondolom, hogy akár egyetlen fradista és emiatt Újpest szurkoló akkor lett volna. Már nem, persze, akkor már volt egy folyamat. Az... És ezt most sem gondolom így. De egy játékos, igen, hát normál esetben gyerekkorban valamiért megszereted a focit. Tehát vagy azért, mert a család, nem tudom, szurkol annak a csapatnak, vagy egy játékosba beleszeretsz, vagy annyira szépen játszik egy csapat. És tényleg, hogyha ekkora változások vannak a keretben, nem is évente, szinte, hanem fél évente, akkor azért Lász nagyon Ferencváros. Nehéz. Játékosokhoz nehéz kötődni, ez kétségtelen. És akkor klubhoz? Hát klubhoz, az alapvetően a klubhoz fűz a szerelem, tehát az... Igen, de láttad Újpesten, ha nem megy a játék, nem mennek ki. Lehet, hogy nem mennek ki, de ez nem lesznek ettől még Igen, csak például Amerikában, például attól, hogy kimentek, hogy nem azért mennek ki, mert nyertél, vagy kikaptál. Igen, ez így van. Hát vagy a Sunderlandnél, ugye mindig 40 ezeren vannak, akár hangyad osztályban játszik érted? Egy csapad, tehát ezt hogyan lehetne ezt elírni? Nem tudom, azért vannak. Például én is gyerekkoromban, amikor nem ment annyira az Újpestnek, én biztos, hogy
ment. Én minden meccsen ott voltam. Na de tudod, én tudom, mindenki azért, hogy lássa a törőcsiket, vagy fazekast, ezért mentek. Mindegy, hogy most nem jól játszott. Vagy a többiek. Vagy nagyon sokan a Belvon Attila miatt mentek, arra is emlékszem, pedig ugye igazából a Garami ére alatt is csak másodszámú játékos volt. Jó játékos volt, emlékszem. Igen, ennek ellenére, igen, mert olyat tudott csinálni. Nem halljak. Hát azért én nem általánosítanak. Egy-egy gyönyörű mozdulat, például most volt a Nyíregyháza-Debrecen meccs, a Nyíregyháza első gólja, az annyira szép gól volt, egy keresztbe érkező labdát így erőből a hosszúba bevágott a magyar csatár egyébként, hogy az a világ bármelyik pályán óriási gól. Igen, csak igen, az igen. A baj szerintem a magyar bajnoksággal, én is látom, hogy ezek ilyen elszigetett jelenségek. Tehát, hogy egy-egy nagyon szép gól, vagy mozdulat, van a magyar meccseken is, és nyilván egy-egy játékos is egyszer csak ki tud emelkedni. Például most Újpesten van az Horváth Krisztofer, akit én kinéztem, tehát hogy ilyen újpest játékos megfigyelő lennék, akkor őt oda akartam volna vinni. Kecskeméten színeibe játszott Újpest ellen, és nagyon tetszett. Most egyébként szerintem nem játszott rosszul, de hát egyelőre még nem. Nem játszott ugyan, amit pedig látok benne, vagy látnak sokan, hogy tényleg egy nagyon, nagyon jó képességű játékos, és szerintem nagyon jó lesz majd előbb-utóbb. Úgyhogy vannak feltünedeznek tehetségek nyilván azért Magyarországon is. Igaz, hogy ő Torinóban nem sikerült beépülni a csapatba, és hazajött, de magyar szinten nagyon jó játékos. Mi kell ahhoz, hogy például az a Krisztofer hasznos tagja legyen az Újpestnek? Tehetsége megvan, képessége jók? Hát most például azt kell szerintem, hogy ezekkel a horvát és szerb játékossal, akik jöttek a támadó szekcióba, hogyha ők hárman összeszoknak, szerintem az alapvetően az. Tehát ugye az Real Madridról mondták éveken keresztül, hogy hiába vannak ott a világ legdrágább játékosai, ha csapatként nem funkcionálnak, akkor nem fogják. Egyértelmű, így. És ez szerintem alacsonyabb szinten is így van. Tehát hogyha majd egy hónapon megint elmennek, ketten, hárman jönnek, négyen elmennek, öten jönnek, akkor szerintem semmi nem lesz ebből, vagy egy-egy egyéni villanás. De mondjuk érdemes lenne egy kicsit összeszoktatni őket, és begyakorolni egy-két figurát mondjuk, mert képességek alapján bennük van. Akkor végül is fél évente nem kellene kicsérni a félcsapatot. Hát nem, de gondolom, itt ezt nem én, meg nem a szurkolók döntik el. Persze, jó, de te hogy látod mind? Hát nyilván nem kéne. Szerintem akkor sem kéne, hogyha nem megy annyira jól egy csapatnak, mert így az esélye sincs meg annak, hogy összeálljon. De én úgy gondolom, meg hát ezt többen mondták, hogy hát itt a menedzsereknek akkor a nyomása van, hogy ezek sokszor eldöntik a... Erről kellene írnod könyvet, azt mondják? Üzentek? Nem hiszem, hogy erről kellene könyvet írnom, ez egy hogy dolgoznak nagyon szövevényes dolog, és ebben nagyon be kéne épülni, hogy az ember pedig ezt átlássa. De hát van... Ebben van sztori? Van egy-két furcsaság, igen. Aki benne van edzőként mondjuk a magyar labdarúgásban, azért tudna mesélni biztos sok mindenki, hogy hozzák a fejükre a játékos, adott esetben, hogy kötelezik őket, hogy játszanak. Ez az. Vagy hogy ne játszanak. Igen, ez az. Hát igen, de hát ezt nem tudjuk tulajdonképpen, ez csak sejtés. Milyen ez a mai magyar labdarúgó válogatott? A válogatott? Igen. Hát, most hová került a porcom? Mert ugye most volt egy gyengére sikerült Európa-bajnokság, ahhoz képest, ahogy azt előtte beharangozták a szoboszlaiék, hogy nem mondja, mit mondott ugye a televízióban, hogy ennél csak még jobb lesz, ugye, és utána jött a két mérkőzés, most itt egy hát, csúnya vereség, és azért ez a hazai döntetlen, azért nem ünnepelnék azért. Hát az Európa-bajnokság az azért volt érdekes, mert mindenki úgy volt vele, legalábbis az én környezetemben, hogy teljesen megjósolhatatlan volt, hogy nagyon jók leszünk, nagyon rosszak leszünk, vagy átlagos csapatként funkcionálunk. Hát inkább ez a gyenge közepes teljesítmény Igen. volt szerintem, ami annyira nem lep meg engem, tulajdonképpen nem gondoltam, hogy mi nyerjük az Európa-bajnokságot, vagy hogy nagyon messzire jutunk, de előfordulhatott volna, végül is ugye nem rajtuk múlt, és hogyha mondjuk a portugálok nem kapnak ki, tehát akkor, hát megint ez a ha, igen, a futballban tudom, ugyanúgy értelmetlen, mint az élet bármelyik másik területén, ezen gondolkodni utólag, teljesen mindegy. Az szomorú egy kicsit, hogy azt hittük, vagyis hát én legalábbis azt hittem, hogy eljutott egy olyan szintre a válogatott már, hogy például 4-5 gólos vereségek nem lesznek. Tehát, hogy mindenkivel tudunk kiki meccset játszani. Igen, igen. És most egy picit most úgy tűnt, hogy olyan élmény volt, mint régen, mikor kódolható volt, hogy kikapunk nagyon.
és főleg nem is azért, mert most mit tudom én, a Villarreal is most 5 gólt kapott a Barcelona, és nem játszott rosszul, tehát lehet olyan meccs, hogy még semmi nem sikerül, de hát valahogy a tartás nem érzékeltem én 0-2-nél. Nem, mert a német lapokban ugye megjelent, hogy nyertek ugye 5-0 a magyarok ellen, és ugye azért próbálta helyre tenni a szurkolókat jó pár lap, hogy nem jelent az, hogy megint világverő csapatunk van, mármint a németeknek, mert azért nézzük meg, hogy ők a magyarokat verték meg. Tehát ahhoz nem lehet viszonyítani a német csapat erősségét. Tehát ebben benne van minden, azt hiszem. Igen, de az is igaz, hogy egy mérkőzés, vagy egy hétvége, vagy nem tudom, alapján azért nem kell most eldönteni, hogy most akkor megint ugyanott vagyunk, csak ez az élmény volt. Jó, hasonló. Csak most úgy folyamatában van most már EB5, ez a két meccs, igen. Tehát mintha most igen, és keresnénk hát, önmagunkat. És hát jó lenne, hogyha a szurkolók nem fogynának el. Nem fognak elfogyni egy darabig, az biztos. Hát akkor jó, mert azért sokat segít, hogy ez a hangulat az nagyon, nagyon erős. De hát most a hollandokkal játszunk. Hát igen, mert jó, az ellenfelet azt meg nem tud megválasztani mindig, úgyhogy hát ez van, igen, meglátjuk. Tudod még szeretni a labdarúgást? Persze, bár ugye kicsit túl sok a meccs, tehát most már nagyon erősen szelektálnom kell, mert ugye pont azt állapítottam meg egy barátommal, hogyha nem szurkolunk egy csapatnak, hanem semleges nézőként nézünk egy meccset, akkor tulajdonképpen alapvetően unjuk. Tehát túl sok már meccs, tehát már az már nem érdekes, hogy önmagában egy meccs van, már nem érdekes, hogy gyorsak, jól cseleznek, és nem tudom, vannak helyzetek, tehát nem szurkolsz valakinek, akkor már egy telítődsz vele. Ha viszont szurkolsz egy csapatnak, akkor nem tudod megunni szerintem. Úgyhogy majdnem minden országban van egy kedves csapatom, és akkor azokat nézem, többit meg maximum akkor, hogy a tipmixen megjátszom. Angliában? Hát a Liverpool nekem Angliában. Nem a Szoboszlai miatt, hogy nem, hát már korábban is persze, és a Liverpoolt azért jó nézni, akkor is, hogyha kikapnak. Ez ritkán fordul. És hogy mutat benne a Liverpoolban a Szoboszlai? Hogy mutat? Hát én nem szeretem ezeket a szélsőséges megnyilvánulásokat, van, aki ugye olyan módon sztárolja, hogy nem is beszél Liverpool játékosokról, csak úgy, vagy a sajtó is sokszor, hogy Szoboszlai csapattársa, meg tetszett, na hát ezért nem, de azt se szeretem, amikor gyalázzák, hogy kilógott kifelé a csapat. Nem, tehát vannak jó, meg rossz meccsei. Minden, tehát ő például az a típusú játékos, akinek szokott lenni egy-két olyan mozdulata, labdaérintése, sarkazása, nem tudom, egy olyan mozdulat, ami miatt meg lehet szeretni a focit. Ez abban adódik, hogy a laza. Laza, ugyanakkor és nincs a görcs. Meg rengeteget fut, meg rengeteget dolgozik, ami nem mindig látványos. Ugyanakkor meglepően sok labdát ad el, de hát ez lehet, hogy az idegességből fakad, vagy abból, hogy bár ugye nem Magyarországon játszott előtte se, de hogy mégis ezt a ritmust azért nyilván hosszú távon nagyon nehéz bírni, de én szerintem ő egy meghatározó játékos a Liverpoolnak. És a magyar labdarúgó válogatottnak miért nem az? Hát ez sok játékos előfordult a múltban is egyébként, hogy én láttam például egyszer a Németországban Hajnal Tamást játszani, egy 0-0-ás meccset Dortmundban, fantasztikusan játszott, tehát tényleg óriási kapufát lőtt, rohant föl alá, elkérte a labdát, kapura lőtt, indított. Soha nem láttam a magyar válogatottban így játszani. Tehát én láttam, hogy milyen képességű játékos, és most vagy a, nem tudom, vagy ott valami extra nyomás van a válogatottban, vagy most nem a Hajnalra vonatkozott, persze, amit mondok, de hogy mit tudom én, mondták egyéb játékosok, hogy nem akarnak megsérülni annyira, tehát nem hajtanak, de nem a Hajnalra gondolok, mert ő egyébként hajtós játékos volt, de az a fantasztikus játszott az a meccsen, egyébként a mezőny legjobbja volt, mondom 0-0 lett, tehát a meccs maga nem volt annyira érdekes, de kiemelkedően jól játszott, és én azt hittem, hogy utána már válogatottban majd ugyanez lesz, és hát nem láttam ilyet tőle. Mondod, lehet, hogy felszabadultabb egyébként simán lehet tudom képzelni. Vagy itt ott nem, nincs rajtuk akkor a teher, hogy most akkor te topligás játékos vagy, akkor vidd a válladon a csapatot, arra lehet, hogy arra nem alkalmasak, vagy mit tudom én, ez alkat kérdése is szerintem, ki vezéregyéniség, ki nem. Liverpoolban nyilván a Szoboszlai nem vezéregyéniség, nem csapatkapitány, nem tudom, szóval nincs rajta ekkora. Itt meg rákerült fiatalon ez a teher, és hát jó, meg kéne birkózni vele természetesen, mert meg fog szerintem. Én őt egy nagyon-nagyon jó játékosnak tartom. Van egy Szoboszlai. Beférne az Újpestben. Van egy Charles Rolandunk is. Ő is beférne, igen. Tényleg, Charles Rolanddal kapcsolatban most te hogy gondolkodsz? Van egy oldal, azt mondja, hogy jó helyre ment,
van a másik oldal, aki azt mondja, hogy visszalépett. Hát ez a Détárinál is ugyanígy volt, és azóta is sok mindenkinél, ugye a Dzsudzsáktól kezdve, ez mindig fölmerült. Most ezért téma, hogy akkor most elindult a lefelé? Hát egyrészt nem gondolom, hogy görög bajnokság, görög vagy a török. A görög vagy a török bajnokság, a görög se egyébként, a török se visszalépés feltétlenül, mert ott legalább mondjuk biztosan játszani. De a némethez képest... De mi van, ha a németben ők nem játszana? Tehát akkor meg az lenne a probléma, hogy akkor miért ment olyan helyre, ha nem fér be, vagy nem tudom. Hát, egyébként meg azt gondolom, hogy ez egyéni döntés. Tehát persze, hol vállal persze, munkát persze. Valaki, erre lehet véleménye a szurkolóknak, de hogyha ha ez egy rossz lépés volt, akkor ő fogja legjobban bánni, ha meg jó lépés volt, akkor meg mindenki örülni fog. A kapitány azt mondta a Rossi, hogy jól választottál. Hát igen, azért mondom, hogy szerintem ott játszani de azért fog. Ne felejtsük nem, akár korábban nem. A Rossi, hogy Olaszországban szerette volna. Jó, de mondjuk Törökországban olyan hangulat van például a meccseken, az biztos, hogy az nem fogja nyomasztani utána bármilyen környezetben a pályára lép. Tehát van előnye nyilván. Európa bajnokság sem nyomasztotta. Nem, ő jól játszott, igen. Jó. Tehát ő volt a legjobb. Igen, szerintem is ő volt a legjobb. Tehát őt mondjuk ettől nem kell külön felkészíteni, de hát... Tehát összességében akkor most előrelépett a magyar labdarúgó válogatott, vagy ugye ott vagyunk, ahol voltunk? Nem, szerintem egyik se, tehát előre semmiképpen nem lépett, de mondom, remélem, hogy ez egy rossz emlékeket idéző botlás volt. Mm-hmm. Jó lenne, hogyha az a hangulat, az a bizakodó hangulat, az a fölfelé előre vívő dolog, az érzékelhető. Most egy kis zavar van inkább. Meg ugye megint egy kis átalakulás, bekerült nekem megint új játékosok a keretbe, hát ez nyilván átalakulás, a Rossi ugye marad, akkor ő, neki is ugye vannak furcsa nyilatkozatai, meg... Igen, utóbbi időben igen, kicsit mintha elbizonyítanodott volna. Megváltozott. Pedig hát ajnározták őt, meg ajnározzák szépen, meg eleget. Így van. Te mennyire tartod jónak az, hogy vesztes meccs után is, akár a német meccs, bármelyik ünnepel a hazai közösség. Azt nem értem, régen nem értem. És ugye mennek, azt se értem, hogy elkezdenek énekelni, és egész meccsen azt az egy dalt éneklik, teljesen független attól, hogy mi az eredmény, szinte függetlenül, ezt megmondom, szerintem nem értem, és szerintem ezt a játékosok se értik. Tehát ez nem lehetek, hogy egy 4-0-ás győzelemnél ugyanaz van, mint egy 0-4-nél. Hogyha azt ünneplik a nézők, hogy hajtottak és mindent megtettek, akkor értem, De valóban furcsa ez nekem is, ez nem volt régen. Olyan, mintha teljesen mindegy lenne, hogy mi az eredmény. A közönség egy részének természetesen. Nagy részének, és ez a baj. Igen, ezt nem értem. Igen, láttam is olyan meccset, hogy tényleg egy vesztes meccset, elszomorodtak, és akkor hirtelen úgy észrevették, hogy mindenki ünnepel, jó, hát akkor oké. Na most akkor innentől kezdve, akkor minek hajtsak, mondja a játékos. Hát így is úgy is megkapom a pénzemet, így is úgy is ünnepelnek, így is úgy is elénekeljük együtt a himnuszt a mérkőzés után, mindegy, hogy megaláznak bennünket, vagy sem. Tehát nincs jó, meg rossz. Hát szerintem ez még mindig az óriási nagy bizalom, amit kapott ez a csapat, hogy ez még tart. De hát néhány 0-4 meg... Jó, de innentől, hogy nem neveljük a gyereket, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor az honnan fogja tudni? Igen, nem tudom, ezt én sem tudom. Erre nem tudok neked válaszolni. Hogy mondottam, hogy te esetleg erre tudod. Nem, ugyanis én a régi modi szurkolók közé tartozom, tehát örülök, ha nyer a csapat, és ha nem nyer, akkor szomorú vagyok. Nem gyalázom őket, nem szírom, nem erről van szó, de nem is ünneplem. Tehát ezt nem tudom mire vélni. Hát mindegy. Újpest akkor most akkor kijut a nemzetközi kupába jövőre? Hát nagyon érdekes, nagyon óvatosan fogalmazzák meg a célkitűzést, hogy nem tudom hány év alatt kell eljutni majd a Fradi mellé. Tehát most ott... Elég, hogyha Paks mellé jutunk, nem? És akkor a harmadik helyen már... Hát szerintem ez is hamarabb sikerül majd a dobogóra kerülni ezzel a játékos állománnyal. Na, meglátjuk. Ahogy mondani szokták az elemzők, minden fél idő előtt és után, majd meglátjuk. Ez a szép a labdarúgásban, ugye nem ez lehet ez a szép a labdarúgásban, meglátjuk, bármi a labda gömbölyű. Hát, hogy Győr is megszerezte első győzelmét. De reméljük most hétvégén kikap. És ki esik ki akkor az NBA-ből? Na jó, ahhoz még korai egy kicsit, hogy ilyenekről beszélünk. Főleg... Ki jut fel? Az egy érdekes kérdés. Szerintem a Vasas és a Szeged. Na, fogadjunk. Zárásképpen. Egy edzőt mennyire befolyásol az, hogy mikor belép egy új klubba, két verességgel kezd? Most Pintér Attilára gondolsz a Vasasnál? Igen.
Hát ő azt nyilatkozta, hogy az első bajnoki mérkőzést mindig el szokta veszteni, úgyhogy szerintem őt annyira nem viseli meg. Egyébként se tűnik egy ilyen lelkizős alkatnak, úgyhogy szerintem őt ez nem tántorítja. Mennek előre tovább. Meglátjuk. Valami titok, kulisszatitok, miről írsz mostanában? Most mesekönyvem jelent meg, Piszkepapa mesekönyvem. Ez már negyedik a sorozatban, úgyhogy ez most kerül a boltokba ezekben a napokban. Futballról nem fogsz írni mostanában? Ebben van egy Norbert nevű focizós kutya egyébként. De ennyi. Focizó. Így van. De akkor most már kész, kivégezted a futballt, a partjelzőkkel, bírókkal, és akkor... Egyelőre, igen. Egyelőre ennyi akkor. Na, szépen köszönöm, hogy eljöttél. További sportosat.